Gerince nincs. Köszönjük, Béla. Mindjárt, igen, már is intézem. Amit még el kell mondani, ugye látszólag ez a mai nap, hogy ez az RP és a mi összefogásunk, illetve a Koppány csoporté, ez ennél egy kicsit szélesebb a történet. Röviden elmondanám nektek, hogy lássátok, mennyire összefüggenek a dolgok. Magát az éhség strike, ott nem én találtam ki. Ebben a témában először Fodor Sándor itt van köztünk, éhség strike-olt a feleségével a Hősök terén. Ő találta ki azt, hogy ilyen módon nyomást gyakoroljunk. Aztán magát az otthonvédelmet és a kemény fellépések, azt gondolom elvitathatatlan, hogy Balogh Béla nevéhez fűződnek. Az, amikor mi úgy döntöttünk, akkor még többnyire csak én és a feleségem kicsit később csatlakozott néhány vita után, valahol itt van, puszilom őt, azért az valahol az indított el ezen az úton, amikor Árpád kimondta azt, hogy 0 forintot a bankoknak. Emlékeztek ti erre? Milyen régen is volt már az? De ahhoz, hogy én ebbe belecsapjak, ehhez kellett ez a kemény hangvétel. Ha akkor valami lágyabbal indítunk, akkor lehet, hogy neki sem megyünk ennek a történetnek. Aztán, hogy miért pont Orbán Viktor, ez sem az én ötletem volt. Ezt is Béla találta ki július 4-én. Jöjjünk fel Orbán Viktorhoz. Tehát azt kell látni, hogy ha bármi történik, az összefügg, azt egymásra tudjuk építeni. Ha kivesszük egymástól, vagy elfogadjuk egymástól a jó ötleteket, akkor azontól tovább lehet lépni. Én imádnám, hogyha valaki már betörné az első kirakatot valamelyik banknál. Miért megint én tegyem meg? Nyilván, amikor ott voltunk a Kövér László házánál, azt sem én találtam ki. Az például a Szántó Ernőjék beszéltek erről, hogy el kéne menni valami politikus háza elé, és a szomszédainak elmondani, hogy mekkora hazáruló. Aztán csak vártunk, senki nem tette meg, és hogy lássátok, akik nem tudjátok, hogy hogy működik ez, egyik nap kitaláltam, miután valamelyik csoportak tőlünk azt mondta, hogy ott lakik nem messze a mozgalmunktól a Kövér László, hogy akkor este én felvetem a csapatnak, hogy én elmegyek Kövér Lászlóhoz, és bekiabálok, hogy ő egy hazáruló. Mit ad Isten? 20 autóval érkeztünk meg, vagy talán nem annyival, de mondjuk 8-10-zel biztos, a Kövér László házához jöttek utánam. Hát a rendőrségen is ezt mondtam, nem én szerveztem, én csak oda mentem, és le se lehet vakarni ezeket az embereket magamról. Jöttek utánam, és ott bizony jól elmondtuk ezeket a dolgokat. Tehát az ötletek, a beszélgetés, a tettek, ezek mind-mind oda vezetnek, hogy rettegnek a mocskos csalók, folyamatosan próbálnak meg minket lehetetlenné tenni, de ehhez kell az, hogy meghallgassuk egymást, hogy olyan dolgok van, amikben együtt tudunk működni, működjünk együtt, és akkor van még egy szólásra jelentkező úriember, légy szíves, majd mutatkozz be, mert ugye nem mindenkit ismerhetünk. Szevasztok, Gábor Zsigmond vagyok. Szevasztok, Gábor Zsigmond vagyok. Szevasztok, Gábor Zsigmond vagyok. Elég jó? Jó. Az, hogy hova juttattak minket, azt tudjuk. Legjobban a gyászmenet jellemzi az egészet. Árpádnak volt a sarkon egy felvetése, hogy a mai délutáni találkozón tisztázni kellene azt, hogy tulajdonképpen hol vagyunk, és utána kellene meghatározni a csapásvonalakat. Ehhez szeretnék egy pici adalékot, hogy hol vagyunk. Hát ott vagyunk, hogy a bankok a felügyeleti szerveikkel, az elmúlt időszakok kormányai a jelenlegivel együtt, a bíróságok és az ügyészségek egyszerűen törvényen kívüli helyzetbe juttatták a deviza hiteleseket. Erre a koronát Orbán Viktor személyesen tette fel a miniszterelnökünk azzal, hogy az ügyünk törvényes úton való intézése helyett a bankok erkölcseire bízta az történteket. Ez tarthatatlan. Szó szerint, ahogy a hölgy itt mondta mellettem, azt tükrözi ez, hogy kecskére káposztát. Szeretnék bízni benne, Orbán Viktor úr, hogy ez nem így van. Szeretném, ha a családja előtt is bebizonyítaná, hogy ez nem így van. Mi még bízni szeretnénk önnek. Ennyit szerettem volna mondani.